Így fest jelenleg a Szekszárd mellett található sötét völgyitó. Többen járnak most ide, hogy megtekintsék a nagy területen kiszáradt medert. A zsilipek nyitva vannak, azonban a tó a szárazság miatt a rákpatakból már másfél hónapja nem kap vizet. A helyzetről Nagy Csabát, a vizet kezelő közalkalmazotti horgász egyesület elnökét kérdeztük. Augusztus 10-e óta. Akkor takarítottuk ki közösségi munkával a befolyó rendszer, tehát itt van egy 1 kilométeres ilyen ásott és természetes árok befolyó rész, és nem jön a víz, mert hát nincs honnan jönni. Az sem kedvező, hogy a rákpatak vize 5 tavat tölt fel, mielőtt eljut a sötét völgybe. 2 zsibriken, 2 itt a szép tölgyesi részeken, egyet pedig a Börzsöny egy kis tava, tehát mire azok a tavak megtelnek, azután érkezik ide hozzánk víz, sajnos. Mi vagyunk az utolsó tó. Nagy Csaba úgy látja, a tó helyzete még nem annyira rossz. Van mély víz, tehát ha lehet utózódni a sziget és a töltés közötti része, mert most is van 1,5-2 méteres víz, csak hát ez a rész itten most nem nagyon horgászható. Az alacsony vízállás a tóban halpusztulást nem okozott.